Térkövet raknak le az Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kökény utcai tagintézménye előtt. A nyári szünet végére az intézményben elkészülnek a felújítási munkákkal, rendezik az udvart, és kisebb-nagyobb karbantartási feladataik is voltak tanévkezdésig. Megtörténtek a nyári felújítások, az első és ötödik tantermeket kifestették, a takarítás az iskola környékének a rendbetétele is megtörtént, illetve folyamatban van, úgyhogy megszépülve várjuk az első tanítási napon a gyerekeket. Az önkormányzatunk, igaz, hogy a tankerületi központ a működtetőnk januártól, de nem vette le rólunk a kezét. Az iskola eleje szépül meg éppen a napokban, az iskola előtti területet térkövezik. Bent pedig az osztálytermek nagy részét már kitakarították és előkészítették a diákok fogadására. Interaktív táblával, korszerű taneszközökkel már korábban fejlesztették az iskolát. Az első alakuló értekezletet tartották csütörtökön a pedagógusok. Összesen a két tagintézményben 750 9 gyerek jár, 40 osztályban tanulnak. A településen a két állami iskolában 68 első osztályos kezdi meg tanulmányait szeptemberben. A gyereklétszám stagnált, de a következő években több lesz a beiskolázható diák. Ezeket a tankönyveket elsőtől nyolcadik évfolyamig már szétválogatták, és a jövő hét elején ki is osztják a diákoknak. Megérkeztek a tankönyvek, még augusztus elején a kollégák már dolgoztak, szétválogatták osztályonként, én folyamonként. Ebben a tanévben minden gyermek ingyenesen kapja a tankönyvet, és a jövő héten, hétfőn, illetve kedden fogják a szülők átvenni mindkét tagintézményünkben. A két tagintézményben emelcintű szintű énekzene és matematika oktatás mellett ettől a tanévtől alsó tagozaton szakköri formában informatikát, illetve idegen nyelveket is tanulhatnak a diákok.